Jön az első közjáték, mint a fúgáknál annyiszor, de használja szépen a... Én itt írogáltam mindent, tehát nem is nézek oda, hogy miket kell. Majd ami utána eszembe jut, azt majd kiírom a Facebookra, hogy mit nem mondtam el. Tehát ez itt is állandóan a repetitív, risoluto karakter és a legátónak a párbajáról van szó, az egész fúgában. Tehát így megyünk tovább. Tett egy A hangot, amit kerülget innen-onnan. Ez egy A. Jön egy B. H. Ott is H. Itt is. És elértünk arra a C-re, ami az alaphang nemünk. És ezek olyan dolgok, amik most itt úgy szólnak, mintha matematikusként állt volna hozzá Bartók. Nem, mintha nem tervezte volna ezt el, de minél többször hallgatja az ember, olyan szinten áll össze a harmónia, ha ezt valaki képes sokszor meghallgatni, hogy bizony egyre nagyobb örömet okoz a hallgatónak is, nem csak az előadónak. No, eljátszik itt a tükörfordítással. Jön a téma egyszer, például így. Ki nyer? Hát megint a legátó nyert. No, aztán most fordítva a téma. És aztán ez az áradó hozzáállás nyer a risoluto helyett. Csűri-csűri csavarja, és aztán hoz egy nagyon különleges technikai problémát fel, Bartók. Mellesleg el kell mondjam, hogy Sok ilyen példa van a nagy zsenikkel, akik elvileg nem voltak hegedűsök. Tehát a legnagyobb zseniket zeneszerzők terén én a négy nagy B betűst mondom, Bach, Mozart, Brahms és Bartók. Na most az első kettőről köztudott, hogy nagyon jól hegedültek. De hát Brahmsról ez már nem volt köztudott. Mégis amikor Brahms megírta a hegedű versenyt, elküldte Joachim Józsefnek. Joachim József közel 150 kis kommentet küldött a nagyon jó barátjának. Nagyon megfontolandó, hogy ő inkább ezt javasolja, azt, ez nem annyira jó, ez lenne ő. Hát elgondolhatjuk, hogy Brahms mennyit fogadott meg ebből a 150-ből, bizony egyet se. És érdekes, játszható a darab. Nem volt ilyen szerencsés Auer Lipót, akinek történetesen Csajkovszki írt hegedű versenyt, ugyanis ott egy abszolút kenyértörés történt, még csak a kottában sem szerepel Auer neve, pedig mindenki tudja, hogy neki írodott, miatta komponált Csajkovszki hegedűversenyt. Ott bizony Auer Lipót azt mondta, hogy Piotr Ilyich, eljátszhatatlan. Nem, ez sajnos, ne haragudj, ezt nem is. És kész, összepakolt, el is ment Amerikába. Szentpéterváról, aztán ő maga persze játszotta a saját verziójában, és ma pedig mindenki nagyon jól tudja, hogy valamiért Csajkovszki mégis nagyon jól tudta, hogy mit lehet eljátszani, mit nem. Ebben a műben a fúgában alig ez a kiadás, ez biztos mindenki ismeri, aki hegedűs, és törődött a darabbal, ez már a Péter Bartók által revideált változat, ez teljes mértékben a kézirattal, sőt az utána még a Bartók kommentjeit figyelembe véve a tökéletes eredeti mű. De ami idáig 92-ig megkapható volt, az Menuhinnak az átirata volt, amit jóvá hagyott Béla, de nagyon érdekes látni azt, hogy mi az, amit Menuhin úgy gondolt 44-ben, hogy nem igazán játszható, nem érdemes közreadni, ma pedig már hát százával játsszák szerte a világon növendékek. No, tehát ilyeneket ír például ide, amit még Menuhin is elfogadott. Thank you.
egyszerre két ujjal pengetni alsó és felső húron, hát addig nem sokat írtak le ilyet. Aztán legato, risoluto, ugye? Megint győzött legato. A híres Bartók pizzikáta, amit szintén a népzenészektől, a bőgősöktől lopott Bartók, amikor a húr oda csapódik a fogólaphoz, tehát ezt a csettentő hangot adja ki. De őszintén szólva ezt úgy bőgőn, ahol az egész keze szinte, vagy vastag ujjak beférnek a húr alá, ott elég jól ki lehet vitelezni, szépen mondva. De itt... hát ez eléggé nagy cirkuszi mutatvány, ezt úgy megtanulni, hogy biztonsággal mindig két lábbal földet érjek az ugrás után. Na hát ilyeneket irogál még itt, teljesen megőrül, mindig a legátó győz. Most az összes legátot nem tudom megmutatni, nincs rá időnk. De például itt is van egy utolsó legátó, ami után jön az utolsó közjáték. És kicsit megint visszamegyünk barokkos hangulatba. Hogyha Bach írt volna így, akkor azt mondtuk volna, hogy ebből biztos valami arpeggiót akar csinálni. De ilyes lehetne. Mert még ez is Bartókosnak hangzik. Tehát érdekes ez a két visszaköszönő stílus. Ugye a hegedű adottságaiból kifolyólag, ezért ez valahol érthető. Na, hogy is van a vége a fúgának? Most amíg C-mollban indul az eleje, most épp egy B-moll rész következik. Tehát itt a nagy legátó, és a fő téma nyer. Még egy apróság. Bartók nagyon sokszor használja azt, hogy a szárakat, a kották, ugye van a gömböc, van egy szára, és hogy hány hangot köt össze a szárokat gerendával. Íme egy nagyon jó kis példa. Ha nem vennénk figyelembe itt egy gerendázatot, ami az alap ritmus ellenében van, akkor körülbelül így játszhatnám el. És játsszák sokan. Ennyi. Satöbb. Ehelyett bizony finoman jelezte Bartók, hogy itt bizony egy komoly aszimmetriát érez a hangukba. Körülbelül így. És így tovább, és így tovább. Na kérem! Vége lett ennek a nagyszabású négyszólamú fúgának. És eljöttünk ahhoz a harmadik tételhez, ami szintén egy lassú tétel a megszokott barokk szokások szerint a szonátáknál. Melódia címet ad. Hát aki ismeri a Brahms kettős versenyt, az most tudja, hogy miről beszélek. Ezt Johannes írta le. Azért, hogy újra jóba legyen Joachim Józseffel, mert érdekes, ők is összevesztek, ugye ki tudja miért. Lehet, hogy meg kellett volna fogadjon egy pár kommentet ugye a hegedű versenyből. Hát most, hogy vajon Bartók gondolta erre, vagy csak egyszerűen a quart quint kört használta, amikor egy fél hanggal följebb ezt írja. Ez ugyanis a fő témánk. Na most a fő téma után jön valami, amiről nem is beszélnék, hanem rögtön szeretném kérni a kedves technikát, hogy adjunk... Bocsát, csak még egy pár SMS-re válaszolok. Bősz Ádám írt, ugye, hogy elfelejtettem valamit. No, tudjuk, hogy ezt mikor írtad Bartók.
Ez mellesleg, csak hogy jobban halljanak, ez a mű Bartók szólószonátája az utolsó befejezett műve. Utána még a Brácsa versenyt komponálta vázlatosan, és a harmadik zongora versenyt, amit szerencsére azt a bizonyos 17 ütemnek a hangszerelésével maradt nekünk adós. Szegényt, hogyha nem ragadták volna ki mindig otthonából, hogy a kórházban azt higgyék, hogy meg tudják hosszabbítani az életét, akkor be tudta volna fejezni, és nagyon szomorú volt, hogy mindig elrángatták otthonról. Tehát a harmadik zongora versenynek a lassú tételének a témáját hallgassuk, ami hát igencsak rokon. Itt is minden sor végén hallunk majd egy, úgymond egyfajta refrént. No, hát most ez lenne nagyon szóhoz se jutok, úgyhogy most egy nagyon kedves barátomat kérném szeretettel a színpadra, akit arra szeretnék megkérni, hogy mutassa meg nekem, hogy a népzenében hogy is vannak ezek a sorok végén lévő refrének. A népzenében bizony sok ilyen van, és... Már most, amíg jön ide, már kiment onnan, megsugom, hogy Pál István szalonnáról van szó, aki meg fogja nekünk mutatni. Sajnos, amikor szóltam neki, akkor már nem volt nála hegedű, ezért kénytelen leszek odaadni. Nem mondják meg a Gwarneri alapítványnak, hogy másnak is odaadtam, csak maradjon köztünk. Szeretettel! Beszéljünk még azért, hogy mit mutatsz? Mesélj egy szót arról. Jó napot kívánok! Pontosan úgy nézett ki, hogy ezelőtt egy 2-3 órával Barnabás felhívott. Azt mondja, szalonna, most bejátszanék neked a szólószonátából egy részt. Hát így is tett, a hegedűn hallgattam. Mondom, hát ez egy boncidai rendszerű ritka magyarnak az elve, hiszen az első két sorban használ egy bővítést, harmadik sorban nem használ, viszont a negyedik sorban egy hosszabbat használ.
pontosan ugyanazt, amit Barnabás mutatott nekem, és ezt a Boncida ritka magyart játszanám el most egy igen jó hegedűn. Így van ez a jó barátokkal. Körülbelül hónapok óta, mióta tudtam, hogy lesz ez a ma este, vagy ma délután, amikor erről fog beszélni, minden nap körülbelül többször megfogalmazott bennem, hogy föl kéne hívjam Szalonnát, hogy majd erről beszéljünk. Hát, ha ráér, lenne olyan szíves, meg hogy vagy kitaláljuk, hogy melyik is ez. No, hát így történt. No, hát akkor azért Bartókunk 44-ben, hát azért... Ezt egy picivel bonyolultabban, de eléggé érthetően, közis fellelhetően bizony így komponálta meg a lassú tétel elejét, ugye a zongoraversenynek is hasonló struktúrája volt. Akkor tehát az első sor. Érdekes kvintváltó. Harmadik sor. Negyedik sor. Toldalék. És mint azt jó népzenészek, a harmadik, negyedik sort még egyszer. Toldalék leghosszabbik verziója. Azt hiszük, hogy vége, alaphang, de mégsem, még egy út, a toldalék toldaléka. És ha több időnk lett volna, és hallgattuk volna a zongora versenyt, akkor talán emlékszünk rá, hogy jönnek azok a madárcsicsergős, trillás középrész, tram, pam, pam, tram, hát figyeljenek csak. Toldalék. Mi volt ez a toldalék? Ha csak az egyik szólamot nézem, akkor ez egy gyönyörű... Bocsánat. Ez egy gyönyörű gezdur felmondás, de elrontja Bartók.
Második sor. Megérkeztünk volna. Egy új hangnembe. Hát folytatom. Lehetne ez is ilyen szép. És így tovább. Gyönyörű népdalsorok mindig egy-egy toldalékkal. Amely aztán jön egy gyönyörű visszatérésünk, amit Sordinóval kér már a mester, föl kell tenni titokban. És az első Brahms kettős verseny lassútétel témához hasonló még variációt hallhatjuk. És a híres toldalék. Hát ez elég hasonló, ugye, amit az előbb Szalonna is mutatott. És a végén, amit már itt a középrészben használ egy ilyen, még egy ilyen madár csicsergős részt, mondjuk az utolsó vers, utolsó sor. Ugyanaz a B hang, mind amiről kezdtünk. Tehát ez B dur, B moll szerű hang nem van. Ez a híres lassú tétel. Utolsó tételünk egy gyors tétel, Presto címmel. Egy hosszú bevezetővel indul. Hát ez az a híres rész, amelyet elvileg csak 20-25 éve láthatunk nyomtatásban, mert erre azt mondta Yehudi, hogy hát Bélám, ezt nem lehet eljátszani. Hát most én mégis megpróbálom. Mert hogy itt egy fél hang közé még betesz még egy hangot, mintha Indiában lennénk, és negyed hangokkal operál, holott elmondta ezt a levélben Menuhinnak Bartók, hogy ez csak egy effekt, ez egy hangulat, amit szeretne, de az a vicc, hogy olyan is van, hogy három részre oszt egy fél hangot. Tehát az effekt része biztos, hogy sikerülni fog. Érkezés a D, és itt is, ha észrevették, miközben pengettem bal kézzel, a hangfogót le kell kapni gyorsan a lábról, és jöhet a témánk. A téma az egy hemiola kontra non-hemiola. Itt is van egy kisebb veszekedés. 3/8-ban vagyunk, mégis 2/8-os az első két ütem, tehát kb. Így hangzik. És ezután
Még egy részt emelnék így ki, ami igen tág fekvés, a hegedűnek határait súrolja, később még inkább egy hasonló résznél, ami így szól, és azt hinnénk, hogy össze-vissza hangok. De ilyenkor van, hogy azt mondja valaki, hát ilyet én is tudok írni, hát ha nekiállnék ilyen össze-vissza hangokat csak úgy játszani brahira, ahogy mondani szokás, hát akkor mégse lenne annyi értelme, hiszen ha megnézzük, ha egymás mellé rakjuk ezeket a hangokat, akkor bizony ez jön ki. Ezek egymástól távolodó hangok, sőt, annyi csak... Aztán... És ezt teszi más regiszterekbe. Utána visszajön a téma, méghozzá úgy jön vissza, hogy Perény Eszter mondta, hogy ő pedig azt hiszem Somfai tanár úrnak, amikor eljátszotta, ő mondta neki, vagy lehet, hogy Kurták Gyuri bácsi, hogy beszélgetés van itt is. És amikor ezt lemezre vettem, akkor kihasználtam a sztereó mikrofont, és az egyik felét ide játszottam, a másik felét oda. Satöbbi. Aztán visszajön megint a kezdőbevezetés, és utána, amikor már azt hinnénk, hogy jön a végkifejlet, akkor hoz egy témát, Bélánk. Ha még van időnk, hát nincs, de azért még kérnék szépen egy kis technikát, ha szabad. Ugyanis a négyes, vonós négyes, hogy ez itt nem szabad mozgatni. A negyedik vonós négyesnek fölvettük mi egyik valamelyik kis koncertünket, és hát a rögtön a melléktémája igencsak vissza fog köszönni erre a világháború vége felé, de mégis 44-ben teljesen kilátástalan időkre. Pontosan ezt gondoltam, és hát ez egy nagyon megfelelő párja következik itt a tétel vége felé a szólószonátának. Kilátástalansággal, bánattal és keserűséggel, mégis a következő módon fejezi be a művet. Thank you.
Köszönöm.